A tél helyében bárki megijedne, ha ekkora és ilyen zajos tömeg érkezne az előzésére. Márpedig a maristás diákok nagyon is komolyan gondolták, hogy erélyes fellépésükkel véget vetnek az idei télnek. 1, 2, 3, az elmúlt években, a tavalyi évben, az azt megelőző évben is nagyon sikeres volt a rendezvény, hiszen március elejétől már a napsütésé, a tavaszé volt a főszerep. Tudjuk, hogy régebben voltak azért olyan márciusok, amikor még javában havazott. De mióta ez a felvonulás megtörténik, azóta valóban a jó idő jön. A diákok minden esetre mindent megtettek azért, hogy idei akciójuk is sikeres legyen. Több órán át gyártották a térriasztó jelmezeket, remélhetőleg nem hiába. Nagyon sok jelmezt készítettünk, vagy újra csináltuk őket. Voltak régi jelmezek, és újítottunk rajtuk. Két új jelmez van. Az egyik az a sárkány jelmez, a 7-eseké, a másik meg a mackó jelmez, az meg az elsősöké. Jöjjön a tavasz, menjen a tél! Jöjjön a tavasz, menjen a tél! A sárkány jelmez láttán a tél pedig megszégyenülten somfordál el a kertek alatt. Nagy előkészülettel jár, a gyerekek jelmezeket készítenek, minden osztály válasz egy jelmezt, amibe beöltözik, és hát hónapokkal előtte már elkezdődnek az előkészületek. Dalokkal készülünk, mondókákat tanulunk ilyenkor farsangkor, és már nagyon várjuk ezt a városi rendezvényt, hogy végre együtt, közösen együtt lehessünk itt a múzeumparkban. Én úgy gondolom, hogy egyre több iskola és óvoda is csatlakozik rendezvényünkhöz. Ebben az évben a Kinizsi úti óvodások külön tavaszváró népszokással készültek, és mutatták be itt a múzeumparkban. A kiszebáb égetése valószínűleg szláv eredetű néphagyomány. A szalmából készített bábú általában női alakot ábrázol. A télüző szertartás során ráaggatnak minden olyan dolgot, leírt rossz tulajdonságot, amitől meg akarnak szabadulni az emberek. Tájegységenként és tetszés szerint ezt követően a bábút vagy elégetik, mint Karcagon is. Vagy vízbe dobják, például Szolnokon, de a sík vidékek más településein egyszerűen csak elássák, ezzel temetve el a telet.